Természetesen első sorban szakpolitikusként köszöntjük Dávid Ferencet, a nyugdíjügyi és gazdasági árnyékminisztert. Nincs ilyen? Nem, külön van nyugdíjügyi és szociális. Igen? Árnyékminiszter is. Engem azzal tiszteltek meg, hogy a gazdasági árnyékminiszteri posztot adták. Jó. Akkor tulajdonképpen... Ettől még nyugodtan beszélhetünk. Nagyot nem hibáztam a tisztségét illetően, hiszen a második mondatom vagy szavam az volt, hogy gazdasági ügyek árnyékminisztere, de üdvözlöm Toró Nikit. Nem én fogok először kérdezni, ez nagy könnyebbség. És az én titulusomat sem fogod eltéveszteni. Aki a Spirit FM-nek a szerkesztője, a nézők nem tudják, hogy mennyire jó, én tudom. De aki hallgatja a Spirit FM-et és rendszeresen például Róna Jelgónnal, az nagyon jól tudja, hogy mennyire jó. Na, a gazdaság sajnos, jó reggelt kívánok, a gazdaság sajnos nincs ilyen jó helyzetben. Ön is, más szakértők is többször elmondták már a meglátásaikat. A gazdaság irányításban lát-e bármilyen változást az ellenvélemények okán? Az elmúlt fél évben én nem láttam változást, ami egészen biztos a kapkodás. Tehát lehet látni, hogy 12 év után egy olyan válsághelyzetbe került Magyarország, ahol a kormány elvesztette az uralmát a volán felett. Tehát itt olyan intézkedések születnek, olyan ellentmondásos intézkedések születnek. Csak egy példát szeretnék mondani, hogy amikor a Magyar Nemzeti Bank ugye rendkívül magasan tartja az alapkamatot, és gyakorlatilag 18% körüli összegért lehet felvenni mondjuk vállalkozói hiteleket, tehát az alapkamat 18%-os szinten van, ugyanakkor meghirdetnek egy Baross Gábor programot, ipartelepítési programot, és ott a gazdaságfejlesztési miniszter 6%-os kamatplafont mond. Tehát lehet látni, hogy a monetáris politikában aszinkronban. Ez is egy példa volt, hogy a kapkodásra. De azt is kapkodásnak tartom egyébként, hogy itt, ha végignézi azt, hogy a rendeleti költségvetést, amit az év végén fogadtak el, december 29-30-31-én, azt a rendeletet, ami már felülírja a költségvetési törvényt, azt a rendeletet hetente módosítják, és 150-200 milliárd forintokat csoportosítanak át úgy, hogy senkinek fogalma nincs, már nekik természetesen van, de egyébként a társadalomnak, a gazdaságnak fogalma nincs. Ez jogbizonytalanságot okoz, a vállalkozók nem tudják, hogy ma ez van, holnap mi lesz. Az látható egyébként, hogy a kormány elkötelezett a gazdasági növekedés mellett. Miközben ugye a Magyar Nemzeti Bank pedig az inflációt akarja csökkenteni, mert hogy ez a feladata. Ez a két mutatónak a javítása egyszerre megvalósulhat-e, működhet-e a kormány, melyiket fogja választani, hogy látja a következő negyedévet? Arra egyre nem fogok tudni válaszolni, hogy a kormány melyiket fogja választani. Azt egy nagyon röviden ki lehet jelenteni, ezt a szót szoktuk használni, nem szép, de használjuk. A stagfláció, egy nagyon jó kifejezője. A magyar gazdaság akkor 2023. évben egyfolytában, egy helyben töpogni fog. Ezt minden gazdaság, ha megnézik a Fitch-től kezdve, a Standard & Poor's-ig, a Bécsi Kutatóintézetig, ugye megnézhetnek más elemzőintézeteket, ez a nulla, mínusz egy, plusz egy. Most ezt mind a hárman, mind a négyen tudjuk, hogy igazából ez valami üzenet a jövőbe, de ez azt jelenti, hogy egy mínusz nulla, plusz nulla közt fog a gazdaság teljesíteni. Tehát stagnálni fog. A stagnál, ugye annak a szónak az egyik fel, hogy nem az infláció stagnál, hanem a gazdaság stagnál, és a másik fele a stagflációnak az az, hogy mindezt magas inflációs szinten. Valamennyi gazdaságkutató, valamennyi hitelminősítő intézet a kormány által prognosztizált 15% feletti inflációt mond, a Magyar Nemzeti Bank is ugye 15 és 19 és felett mond, a Fitch Ratings az 17,6-ot mond, a Standard & Poor's 18,4-et mond, és a különböző, most nem sorolom tovább a számokkal hajnalban, de 18-19%-ot mondanak. És ennek az a következménye, mégis akkor befejezem, az, hogy nyilvánvaló ebből, hogy a reál pozíciói a munkavállalóknak, és a reál pozíciói a nyugdíjasoknak romlani fognak, rosszabbul fognak élni, mint tavaly, mert nem lesz olyan magas jövedelem kiáramlás, mint amilyen mértékű lesz az infláció. Mégis a pénzügyminiszter fantasztikus eredménynek tartja, hogy az uniós pénzek befagyasztása dacára 4,5%-os növekedést ért el az előző évben ugye az ország. Tehetném úgy is fel a kérdést, hogy ugye elismeri politikus úr, hogy a kormány milyen nagyszerű, de azt akarom ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy ennek azért vannak olyan következményei,
hogy ugye a nyugdíjprémium ügyében van egy jelentős elmaradása a kormánynak, mert ő 3,5%-ra kalkulálta ugyanezt a mutatót. Hát akkor még egy picit vissza az elkezdtől. Hát ez a 4,6 ugye úgy tevődik össze, és ez a szomorú benne, próbáljunk meg objektívek lenni, már nem könnyű hajnali órákban, hogy a 4,6 úgy tevődött össze, hogy a tavalyi év első fél éve rendkívül dinamikus volt, visszapattanás volt, de a harmadik negyed év és a negyedik negyed év, ugye a harmadik negyed évben 0,7, majd a negyedik negyed évben 0,4%-kal csökkent a gazdaság teljesítmény, tehát így zuhant le a második fél évben. És így jött ki egyébként a szemre való 4,6. Ráfordulva a nyugdíjra. Hát nem egy elegáns dolog egyébként a nyugdíjasokat egyébként megrövidíteni, itt ugyanis a matek szerint, ha kiszámolják, hogyha a 3,5%-os gazdasági növekedéshez, illetve a 4%-os gazdasági növekedéshez 10.000 forintot adtak, ugye minden nyugdíjas annyit kapott tavaly prémiumként, akkor nagyon egyszerű matematika, hogy a 4,6%-oshoz pontosan 22.000 forintot kellett volna adni. Ezt nem adták oda, ezt mindenféleképpen illene odaadni a nyugdíjasoknak. De ha már szerkesztő úr hozta a nyugdíjkérdést, ennél nagyobb átvágása a nyugdíjasoknak, most azon túl, hogy alacsony az emelés ahhoz képest, amilyen infláció lesz idén, már most tudjuk, hogy vesztesek a nyugdíjak, az az, hogy tavaly 14% nyugdíj kiegészítés kapott három alkalommal a nyugdíjas társadalom, de a nyugdíjas infláció 15,2 volt. Tehát tavalyról még tartoznak 1,2%-kal, és ez dupla büntetés, mert nem elég, hogy nem kapják meg idén ezt a 1,2-t, de nem is épül be a bázisba. Tehát az alap, a vetítési alap is alacsonyabb lesz. Tehát itt azért mertem ilyen biztosan mondani, hogy ebben az évben a nyugdíjasok, vagy az elmúlt 12 évben mindig vesztesei lesznek. Bocsánat. Tartozik, én is ide, de csak nyugodt. Jó, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője viszont azt mondja, hogy rosszul számolnak, akik azt állítják, hogy 14%-kal nőttek az ellátások, hiszen azt mondja, hogy a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium következtében az idősek juttatása nominálisan 18,2%-kal emelkedett, ami 15,2%-os éves átlagos nyugdíjas infláció mellett 2,6%-os reál emelkedést jelent. Nagyon sajnálom, hogy matekból rosszul áll a Közszolgálati Egyetem, ugyanis miután tavaly is volt 13. havi nyugdíj, és idén is van 13. havi nyugdíj, ebből fakadóan ez az emelés szó szerint nem igaz. A másik problémám a dologgal, hogy ez nem nyugdíj. A 13. havi juttatás nem nyugdíj, az egy állami, hogy mondjam, normatív juttatás, nem kötődik szolgálati viszonyhoz, nem kötődik befizetett járulékhoz. És hogyha úgy teszi föl szerkesztőm, én is tudok csibészkedni a számokkal, hogy a 14-hez hozzáadom azt a 8%-ot, amit a 13. havi jelent, ugye, ha kiszámolják, ez kb. 8,2%, 14 meg 8 az 22, mennyi volt decemberben az infláció? 25,7. Szeretném megkérni, most januárban, bocsánat, 25,7. Még ha ezt belevenném, nem helyesen, még akkor is 3%-kal rosszabbul járnak a nyugdíjasok. Tehát egyébként ez nem egy elegáns dolog így számolni, ahogy ők számolnak, és matekból sem állja meg a helyét. És akkor beszélnek arról, és ez az ellenszenves benne, amikor ön a felvezetőjében elmondja, hogy a nyugdíjprémiumot se fizették ki. Hát tényleg nagyon jól jártak a nyugdíjasok. Ráadásul van 300 000 olyan öregségi nyugdíjas, akiknek az összes emelése sem éri el a havi nyugdíjukat 100 000 forintot. Önök mit kezdenének az ő helyzetükkel, mert azért azt bevallhatjuk, hogy egy 50% feletti élelmiszerinfláció esetén azért ők nagyon komoly problémákkal küzdködhetnek. Ezt jó, hogy ezt az 50% körüli élelmiszer hiperinflációt mondta, mert ezt még üzentem volna a Közszolgálati Egyetemes kollégának, hogy a nyugdíjasoknak a fogyasztásában egyébként az élelmiszer jóval magasabban van, minél alacsonyabban a nyugdíja, annál többet költ, tehát bőven még az is rápakolódik, hogy vesztettek. Nagyon egyszerű a válasz, amit kérdezett. Ezt a 100 000 forint alatti 300-350 000-es társadalmi réteget, annak ellenére, hogy én híve vagyok, hogy a nyugdíj szolgálati időn és befizetésen alapul, de ezeket az embereket, most ha picit megengedik, pongyolán fogok fogalmazni, kiemelném a nyugdíj helyrendszerből, és egy teljesen külön eljárásban,
egyéni nyugdíj megoldásokat forszíroznák, fölkarolni őket, mert ebből az összegből már emberi életmódot nem lehet folytatni. Tehát kivenném a nyugdíjrendszerből, én azt gondolom, hogy a magyar társadalom egyébként nem tiltakozna az ellen, hogy ismerik a szöveget, nem fizette meg, meg nem dolgozott, itt nem erről van szó, itt egyrészt egy nagyon alacsony nyugdíjas társadalomról van szó, és amit ön nem mondott, ezek azok az emberek, akik 20-25 éve elmentek nyugdíjba, és teljesen értéket vesztette a nyugdíj. Ha megengedik, azt is kimondom, nekik már olyan sok idejük nincs arra várni, hogy majd a nyugdíj valamikor majd reál, hogy értékbe emelkedik, őket nagyon gyorsan, nagyon hathatósan segíteni kellene, és erre egyébként megvan a forrás is. Na, én még gyorsan azt szerettem volna az előbb kérdezni, hogy ugye amikor arról beszéltünk, hogy 3,5%-os GDP, és ahhoz képest ugye a 4,6%-os és a különbözettel szorozzák meg ezt a legfeljebb 20 000 forintot, ugye ott van egy olyan kitétel, hogy a törvény szerint egyébként várható mértékről beszélhetünk, és hogy tényleges számot egyébként a kormány határozhatja meg. Tehát hogy ez a mondat gondolom önmagában egy ilyen belső ellentmondást jelent, hogy mondunk valamit, de valójában úgyis mi fogjuk eldönteni, hogy mi lesz ennek a megvalósíthatósága, és ugyanehhez kérdezném, hogy ettől függetlenül, még hogyha a kormány 3,5%-ra is tervezett, és egyébként akkor a költségvetésben ott volt ez a 68,5 milliárd forint, akkor hogy történhet az, hogy mégiscsak 23,5 milliárdot kapnak a nyugdíjas? Hát igazából ő megválaszolta a kérdést azzal, hogy miután, és hál' Istennek jogász is van a társaságban, hogy a jogszabály nincs korrektül megfogalmazva. Hát vélelmezett. De hozzáteszem, engem, azt kell mondom, ebbe a kérdésben most, ha kibújhatok a közgazdász bőrömből, itt engem a moralitás jobban érdekel. A kormánynak joga van hozzá, hogy ezt felülírja. A kormány adhat többet. Ő határozza maga matekot, hogy mennyit ad. Ráadásul félretettek rá a költségvetésben 67 milliárd forintot. Meg szeretném kérdezni, most tényleg a nyugdíjasokon kellett spórolni? Tehát volt itt pénz mindenre? Mert mindenre volt, a Vodafone felvásárlástól kezdve, nem sorolom, hogy mikre költöttek 100 milliárdokat, de érdekes módon itt 30 milliárdos nagyságrendet kihúztak a nyugdíjasok zsebéből. És az megtörtént. A jogszabályban igaza van önnek, tehát nem egyértelmű, jobb lenne, ha egyértelmű lenne, ne kénye kedve szerint adhassa, de hát ugye ezt is tudjuk, hogy ők ezt nagyon szeretik, hogy osztogatunk, mert majd valaki eldönti, hogy ad vagy nem ad. Ez nem volt egy úriember, ez méltó magatartás, hogy ezen a társadalmi rétegen 10-20 ezer forintokat spórolnak. Mert a nyugdíjasok esetében ugye előszokott az fordulni, többször Farkas András is itt említi nekünk a stúdióban, hogy ugye sokszor visszamenőleg történik meg a korrekció, hogy igazából ez a 68,5 milliárd, ez erre van félretéve, hogy most van egy minimális korrekció 23,5 milliárddal, és aztán majd megnézzük, hogy mennyire lesz szükség az év hátra levő részében. Nem, mert a nyugdíjkorrekció, amit ön említ, az a nyugdíjrendszer része, az amikor júliusban, illetve novemberben az infláció arányában nyugdíjakat emeli hozzá. Korrigálnak. Ez a korrekció. Igen. Ez egy nyugdíjon kívüli rész, mert ez nem a nyugdíj alapból, és független a nyugdíjunktól, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy vegyes felvágott, amit ad. Együtt sírunk, együtt nevetünk, ha emlékszik, 12 éve így mondták. Ha megy a gazdaság, adunk pénzt, ha nem, akkor annyit. De a nyugdíjkorrekcióban, és ezt a Farkas András nagyon jól mondja, a nyugdíjkorrekció esetében az a felháborító, hogy a nyugdíjasok finanszíroznak előre. Tehát, hogy júliusban igazítják, illetve novemberben, holott a nyugdíj már januárban agyon csapja őket. Antis már az előbb említette az uniós pénzeket, és utalnék egy friss híremet, hogy Navracsics Tibor azt mondta, hogy a kormány felkészült arra, hogy nem fogjuk megkapni az összes visszatartott pénzt, tehát az 55%-át a forrásoknak. Mit gondol, körülbelül mekkora százaléka veszhet el? És mert hogy ugye Gulyás Gergely egyébként azt mondta, hogy az ország meg lenne nagyon jól ezek a források nélkül is, ön így látja-e? Hát én még olyan országot és olyan gazdaságot nem láttam, amelyik azt mondta, hogy meg vagyok a pénz nélkül. Én a Vállalkozók Országos Szövetségnek voltam a főtitkára, minden támogatást, minden pénzt, minden hitelt örömmel vettünk. Az, hogy Navracsicsék a saját kudarcukat így próbálják magyarázni, hogy azért most már lehet látni, hogy egy egyéves csúszásban vagyunk minimum, de inkább másfél évesben, ez igazából a magyar, hogy mondjam, diplomácia, a magyar gazdasági diplomáciának egy kudarca. És az még rosszabb hír, hogy igazából bizonytalanok benne. Mert nem magyar
Magyarország nem fog pénz nélkül maradni. Magyarország gazdasági krízis helyzetben nincs. De kérdezem én, a rendkívül kedvező, egyrészt támogatásként érkező pénz, illetve nagyon kedvező kamatokkal érkező hitelek azzal lesznek kiváltva, hogy magas kamatra fogunk fölvenni, akár az IMF-től, akár távol-keleti országoktól hiteleket? Ráadásul, bocsánat, ezt a helyreállítási pénzeket ugye energiastratégiára költeni a kormány, tehát azt nem lehet mondani, hogy meg lenne enélkül, ha jól értem, mert be van tervezve egy 6000 milliárdos energetikai fejlesztés mindenféle fejlesztési projektben. És hogy még csavarjunk rajta egyet, hogy ami szintén rontja a magyar pozíciókat, a magyar költségvetés pozícióját, hogy ezeket a projekteket annak a tudatában finanszírozta elő a magyar kormány, hogy ezek a pénzek be fognak érkezni. Most belekezdenek nagy projektekbe, és nem érkezik meg a pénz, akkor ezek a beruházások nem fognak leállni, de akkor a magyar költségvetésből megint ki kell szipkázni 100 milliárdokat, és akkor megint ott vagyunk, hogy a közszférában lévő munkavállalók, itt elsősorban az egészségügyi szakdolgozókra gondolok, és hát ugye most már a pedagógus botrányra gondolok, mert ez már botrányos, nyilvánvalóan ezekből a pénzekből fognak elmenni, az állami munkáltató a saját munkavállalóitól fogja elvonni a többletjövedelmet. Gazdasági árnyékminiszter úr, köszönjük szépen, hogy itt volt ma reggel, és Nikinek is köszönjük a szakértői kérdéseket. Köszönöm szépen.